A Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában is sokan szavaztak. Országszerte 10.285 helyen várták a választópolgárokat. A délelőtt folyamán országos szinten folyamatosan megdőltek a részvételi rekordok. Délután egy órára már a jogosultak több mint 42%-a adta le a voksát. A megkérdezettek többsége azt mondta, főleg a médián keresztül ismerte meg a jelölteket. Végül is a tévén keresztül tudunk igazából, mert a környezetünkben nincs olyan ember, aki úgymond a politikába járatos, de hát magunkra hagyatkoztunk most. Most próbáltuk még délelőtt az interneten nézni, ugye nehéz volt behozni ezt a... az egyéni listákat, meg ugye azt a választókörzeteket, de végül is sikerült, úgyhogy abból nézegettük ki a neveket, és akkor tulajdonképpen útközben kommunikáltunk. A Kertvárosi Általános Iskolában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is leadta szavazatát, Sesták Oszkár még a délelőtti órákban voksolt. Egy átlagos választást, ha lehet így mondani, mi 4 évente van az országban, ennél fontosabb a mai választás, hiszen a jövőnkről döntünk. Arról döntünk, hogy milyen Magyarországot képzelünk el, nem csak a következő 4 évre, hanem a következő évtizedekre, sőt talán évszázadra is. Ez látszódik, érződik a választói aktivitáson. Remélem a megyei adatok is olyanok lesznek aztán a nap végén, ami miatt nem kell szégyenkeznünk, és akár példát is tudunk mutatni az országnak. Napkoron a 3-as számú választókerületben összesen 23 képviselőjelöltre voksolhattak a választópolgárok. Nem vagyok rasszista, de nem akarom a migránsokat. Viszont azt szeretném, hogy azért a magyarok maradjanak. A külföldi magyarok is. Az eddigiek, amit eddig kaptunk, ugyanazt szeretnénk megtartani. Mindenképpen élni kell ezzel a jogunkkal. Meg kicsit meghatározza a jövőnket. A választópolgárok között olyanok is voltak, akik nyíltan beszéltek döntésükről. Mi alapján hozta meg a döntését? Hát én a Fidesz alapján. Így, kész. A Fideszre. Eddig is őket támogattam, úgyhogy ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen.